A 9-es számú választókörzetben korábban az utak állapota jelentette a legnagyobb gondot, de mára már fölé nőtt a csapadékvízelvezetés problémája. Az ott élők abban bíznak, hogy hamarosan helyreáll a rendszer és megoldást hoz majd a város komplex csapadékvízelvezető hálózatának rekonstrukciója. Szerdán délután járta be a körzet egy részét az önkormányzati delegáció. A Klapka Kossuth úti tagintézményétől indult szerdán a 9-es számú választókörzet bejárása, ahol az elmúlt években a parkolók állapotát reklamálták a lakosok. A Vörösmarty utcában több okból is kívántam végigmenni. Egyrészt megépült itt ez a szép parkoló, ez nagyon fontos, mert addig mindig sártenger volt. Elkészült a parkoló, illetve döntött az önkormányzat a Szent László lakóparkhoz vezető gyalogátkelő megépítéséről, ahol a beruházással megoldják a csapadékvíz elvezetését is. Tovább haladva a Vörösmarty úton a képviselő bemutatta a körzetében épülő autómosót, a járdát, amit a közmunkaprogramon belül építettek, majd a Kossuth út sarkán álltak meg. Pont a közepére a kerékpárútnak figyeljtek. Itt a csapadékvíz elvezető eres csatornákból folyik az esővíz a kerékpárral közlekedőkre. Az észrevételt jegyzőkönyvbe vették és keresnek megoldást a problémára. A Kossuth útról ide a Balaton utcába érkezett az önkormányzati delegáció, mely a nagyobb esőzések után nem csak Közép-Európa egyik legnagyobb tavának a nevét, hanem a formáját is igyekszik felvenni. Az itt élők több mint fél évtizede várnak a csapadékvízelvezető hálózat helyreállítására. 5 éve már ígérgetve van, hát már most illő volna képviselő azt, hogy most már illő volna tényleg valamit csinálni vele, mert nagy víz van, már bejön hozzám az udvarba, úgyhogy... Úgy, hogy gyakran az udvarban hömpölyök tovább a lezúduló csapadékvíz. A körzeti képviselő elmondta, hogy a problémát akkor tudják majd orvosolni, ha elkezdődik a város komplex csapadékvíz elvezető hálózatának rekonstrukciója. Mélyedés? Megvan süllyedve. Megvan, de nem is kicsit. Majd holnap megnézem. Nem is kicsit. Jó. Még most is, a tegnapi víz még ott áll bennem. A körzetbejárás végén egy rövid kitérőt tett a delegáció a Kéve utcába, ahol a közelmúltban megsüllyedt az útburkolat. Újonnan keletkezett mélyedés, egyre jobban mélyül. Ez nem volt itt előtte, és úgy tűnik, hogy ezt itt meg kellene nézni, hogy mi van alatta, mert előbb-utóbb beszakad. A szakemberek csőtörésre gyanakodnak. Csiszér Géza, a JVV ZRT vízágazat vezetője elmondta, hogy megvizsgálják az esetet, és jelentik a TRV ZRT-nek. Bejelentenénk a TRV-nek egy csőtörésre. Korábban a körzetben az utak állapota jelentette a legnagyobb gondot, de ahogy látható, mára már fölé nőtt a csapadékvíz elvezetés problémája. A legtöbb lakossági panasz ezt célozza meg. Hát általában, mint a város egészében tapasztalható csapadékos idő után a csapadékvíz elvezetés, azon túlmenően esetleg a járdák javítása, illetve az utak építése, ami leginkább foglalkoztatja a körzet lakóit. A bejárás a Klapka Kossuth úti tagintézményében ért véget lakossági fórummal, ahol a képviselő beszámolójában elmondta, hogy 6 millió forintos körzeti keretét ebben az évben is járdaépítésre fogja fordítani. Cserélték. A Kossuth úton a kerékpárútra...